Kellemes fogadtatást tapasztalt a társulat részéről Vencel Valentin, aki korábban 9 évig vezette az Újvidéki Színházat. Azt mondja, a következő időszakot a költözés jellemzi, ugyanis már nem sokáig kell a színészeknek a Mladost csipkegyárban próbálniuk, az előadásokat pedig a Jadrán színpadán játszani. Három időszak ról van most szó. Az egyik az ugye az április-májusi költözés kezdése, mert ugye az nem egyik napra a másikra képzeljük el, ugye az egy folyamat, amely legalább 2-3 hónapot vesz igénybe, és ezen közben meg folyamatosan dolgozni is kell, megköltözni is. Tehát ugye április-május, vagy a színházi szezonnak a vége, tehát az azt jelenti, hogy ott június vége, július és maga nyár, illetve ugye a szeptember. A repertoárt változatos előadások jellemzik, közös produkciókat is készítenek majd a Magyar és a Szerb Társulat tagjai. Ifjabb Vidnyánszky Attila és Olivera Györgyevics is rendez a közeljövőben. Az év végén pedig Tolnai Szabolcs projektjének próbáit kezdik meg a művészek. A progresszív és kísérletező színház vívmányait ötvözzük a hagyományos színházi értékekkel. Tulajdonképpen ez a progresszivitás és a hagyományos értékek összekapcsolása lesz az alapja annak a repertoárnak, amelyet majd én fogok sugallni ugye az elkövetkező időszakban. A társulat két új színművésszel is gazdagodott, Horváth Blanka és Ritz Ármin személyében. A Népszínházban egyéb tartalmak is lesznek. Koncertek, valamint opera és balett előadások is várják a közönséget.